Mint sok más ágazatot, úgy az autóipart is érzékenyen érintette a koronavírus járvány. Tavasszal a gyártóüzemek és szalonok bezárásának következményeként a tavaszi első hullám során több mint 50%-os volt a visszaesés. Nyártól aztán fokozatosan tértek vissza a vevők, augusztusban már csupán 30%-os, novemberben pedig 5-6%-os visszaesés volt tapasztalható 2019 azonos időszakához képest. Az autókereskedelem bebizonyította, hogy jól tudja kezelni a vészhelyzeteket, gyorsan tud rá reagálni. Mindenképpen fontos az ügyfeleink bizalma, és ehhez nekünk, amit meg kellett tenni, azt meg is tettük. Másik oldalról természetesen a kereskedelemnek a volumene azért nem akkora, mint egy évvel ezelőtt, aminek nagyon egyszerű oka van, hogy az ügyfeleink azért olyan környezetben mozognak, ahol sok a megbetegedés, sok a bizonytalanság, és természetesen aki tudja halasztani, az inkább úgy dönt, hogy megvárja, amíg ez az időszak lecseng, és remélhetőleg jövő tavasszal már egy egészen más lelki állapotba, egy egészen más környezetben nyugodtan tudnak visszatérni az autóvásárlásra. A szalonok tehát helytáltak a válságidőszakban is, a piacnak azonban egyéb általános problémával kell szembenéznie évről évre. Továbbra is gondot jelent ugyanis, hogy hatalmas mennyiségben érkeznek be a 15 évnél is idősebb használt autók. Ezek rendszerint erős károsanyag kibocsátással rendelkeznek, amely szembe megy az Európai Unió környezetvédelmi törekvéseivel. A cél az, hogy létrejöjjön egy olyan szabályozás, ami visszaszorítja az ilyen járművek behozatalát. Ennek ellenére az is elmondható, hogy az új autók piacán már többen keresik a környezetbarát autókat a dízelekkel szemben. Minden várakozáson felüli az a változás, ami az új technológiák felé történik Magyarországon. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a nyáron kiírt elektromos autó támogatási rendszert ugye másfél nap alatt kimerült, be is kellett zárni, és sajnos ősszel nem került újra kiírásra, de ez sok ezer autónak az értékesítését tette lehetővé, és ezek tisztán elektromos autók. Emellett, avval együtt, hogy a gyártóknál ma már nagyon kevés olyan szereplő van, aki nem kínál korszerű kisfogyasztású hibridet, a kínálat jelentős növekedésével, és a régebbi technológiájú dízelautóknak, illetve benzines autóknak a folyamatos áremelkedésével van már egy olyan potenciális réteg, aki inkább az új korszerű technológia mellett dönt, még akkor is, hogyha ez drágább. Gablini Gábor hozzátette, ebben a tekintetben Magyarország kiemelkedik Közép-Európában. Az elmúlt hónapokban számos gyártó bejelentette, hogy 2021-ben még több modellt hirdetnek meg a tisztán elektromos, valamint hibrid hajtású járművek kínálatában. A szövetség elnöke is abban bízik, hogy már az új év első hónapjaiban újra állami támogatás lesz elérhető, ami tovább élénkítheti az elektromos autók iránti keresletet.